Lassan elindul a lecsó szezon. Paprikából is, paradicsomból is van bőven a piacon. A fajta választék gazdag, a még zömében fóliában termesztett zöldségekből. Az árak kedvezőbben alakulnak, mint a nagy áruházakban, és a helyi termelők nagy gondot fordítanak a minőségre. Beindult a lecsó szezon, most már az is van. Kezdik most már a paradicsomot is most már csinálgatni megfele. A krémeket csinálnak belőle, rántani, miből, mikor, ki, mit szeret. Hát a paprika az egyértelműen az megyen. A zöld bab is most már az is viszik a vevők. Levesnek, főzeléknek, sok mindennek el lehet készíteni. Ebben az évben az árak hogyan alakulnak, mondjuk a tavalyi évhez képest? Nagyon sok mindennek van tavalyi áron árusítónk. Például paprikákban is ott van. Például mondjuk egy vevős, mondja, hogy 1501 kiló paprika, nálunk 700, 550-től 700 forintig megy egy kiló paprika, minőségtől függően. Mindent önök termelnek meg? 80%-ban, igen. A lecsóból nem hiányozhat a lédús édes paradicsom sem. Ezen a pulton is gazdag fajta választék várta a vásárlókat. Szezonja van a sárga baracknak és a korai őszi baracknak is. A sárga barack ára jelenleg 800 és 1500 forint között mozog. Van a koktél, a fürtös paradicsom, a nagy fa paradicsom, savmentes és a savmentes a hosszú tojás alakú. Ezek nagyon finom húsos paradicsomok, és kevés a magja, és jó, nem lédús, de jó húsos, ízletes, finom. Hát a koktélban ugye a több a mag, de viszont az meg egyszerre megkapható. Kicsikék is szeretik, felnőttek is. Már a barack is elindult, az őszi barack és a kajszi barack. Mi a kelendőbb? Is. Hétvégén a gyümölcs, a hétközben is megy a gyümölcs is. Van olcsóbb barackunk is, nyilván a nagynak a kisebbje, azt jobban viszik. A nyár örök slágere a dinnye. Az országos szezon még nem kezdődött el. A jelenlegi piacokon kapható dinnye Békés vármegyéből érkezik. Az ár változó, melegebb időben pedig sokkal jobban fogy. 4,50-be kerül a görög dinnye, de az is változó, mert már lehet venni 300-tól útmentén egész 600-ig kilója. A búzatéri piac pénteken is megtelt. Az elmúlt hónapok időjárása is sokkal jobban kedvezett a termelőknek, nem úgy, mint az előző évi szárazság. A hétvégi menü fogásaihoz alapanyag van bőven. Elképzeléseinknek csak a pénztárcánk szabhat határt.